ez a hölgy is, 17, Eszter Bauer Terézia szintén meghalt a háború alatt. Tehát a háború nem csak a fronton, itthon is szerette ugyanúgy áldozatokat, hiszen itt is helyt kellett állni, és hát az asszonyoknak nagyon-nagyon sok olyan dolgot meg kellett tenni, amit nem igazán tudtak, és sokan belehaltak. Amiről nem nagyon beszélnek mai napig. Családokban tudják pontosan, hogy mi történt, mi volt a halál oka, de nem beszélnek róla. Másfél évtizedes anyaggyűjtés és kutatómunka előzte meg a mostani könyv megszületését. Amikor elkezdtünk együtt dolgozni az alsóvárosiakkal, nagyon sokan éltek még azok közül, akik az első világháború környékén születtek, és saját gyerekkorukból közvetlen élményeket tudtak elmesélni nekünk, saját szüleik történetét mesélték el. Mára alig volt olyan ember, aki ilyen módon vissza tudott volna emlékezni. Az egyik ilyen emlékezünk az Márkárt János bácsi, aki édesapjáról nagyon sokat mesélt, és annak a Piavei frontnál hősies helytállásáról. Az Alsóvárosi Egyesülettel már nagyon hosszú idő óta dolgozunk együtt, több mint 10 éve. A kiadványa a Szekszárd Alsóvárosi Emlékek sorozatban jelent meg, annak a 3. kötete. A Szekszárdnak úgy gondolom egy nagyon különleges értékét képviseli az Alsóváros. Amikor én magam nem vagyok sem szekszárdi, sem alsóvárosi, de talán ez adta a töbletet ahhoz, hogy rácsodálkozva a szekszárd alsóvárosiaknak az összetartására, a múlthoz, a hagyományhoz ragaszkodására, az értékeknek arra a határozottságára, amely ezt a közösséget jellemezte és jellemzi a mai napig. Nos, hogy ennek a múltját, az ténylegesen az emlékeit összegyűjtsük. Az alsóvárosiakban fogalmazódott meg az talán ennek a feldolgozatlansága, megíratlansága miatt is, hiszen azért Szekszárd első világháborús időszakának a története kevéssé hangsúlyos a város történetében, akár a monográfiát, akár a tematikus kiadványokat nézzük. Tehát ez volt az, amely egy civil szervezetet ösztönzött arra, hogy igenis a még élőktől gyűjtsük össze. Sajnos már nem a közvetlen emlékeket, hanem a közvetett emlékeket kell találkozhattunk és gyűjthettük össze. Úgyhogy ez az alsóvárosi kezdeményezés, és én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ilyen civil szervezetünk van, amely ezt a könyvet képes volt kigondolni, végigvinni, megjelentetni, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy ehhez egy rendkívül fontos támogatást azt Bíró László püspök úrtól kapott, aki maga is alsóvárosi, és aki folyamatosan ébren tartja a közösségükbe vetett hitet, a múlt értékeinek a fontosságát a közösség tagjában, és ott van Lengyel Klárika, Kovács Józsefné Lengyel Klárika, aki pedig a mindennapokban az Egyesület vezetésével, vezetőségével együtt elvégezte azt a nem látható apró munkát, amely ennek a könyvnek a hátterét jelentette. A 24. órában sikerült még átmenteni történeteket, emlékeket, amire egy családnak, de egy nemzetnek is mély fájdalommal és könnyekkel lehet csak gondolni. Szekszárd alsóváros családjai voltak azok, akik a város folyamatosságát biztosították. A mostani kötetet 2 korábbi helytörténeti könyv előzte meg. Klasszikusan a néprajz és a történettudomány a 17. század végétől, a török uralom utáni időktől követi nyomon a város és a lakosság történetét. Az előző kiadványokban mi ettől az időszaktól
írtuk meg a Szekszárd alsóváros történetét és az alsóvárosiak történetét. Ennek a történetnek része volt ugyan az első világháború, hiszen a családok nem tudtak úgy emlékezni és beszélni, hogy ne kerültek volna szóba azok az emlékeik, amelyeket, vagy azok a családtagjaik, akiket az első világháborúban elvesztettek. Ne kerültek volna elő olyan fotók, ahova oda másolták a háborúban meghalt nagyszülőt, hogy a család részének tekinthessék. És nem voltak olyan asszonyi visszaemlékezések, amelyek a fiú elvesztésének a fájdalmáról nem szóltak volna. A kötet felemelő, a személyes tragédiákra pedig enyhülést ad, és talán fel is oldódik a feszítő dráma, hogy most már egy egész nemzet vállal sorsközösséget az áldozatokkal, szeretteikkel és utódaikkal. Ez a könyv azért, amikor készítettük, emlékállítás, emlékmentés, értékmentés is volt, de nem csak az alsóvárosiak, hanem valójában az egész város területére kiterjedt. Hiszen az anyakönyvekben mintegy 350 nevet sikerült azonosítani a levéltári források alapján annak idején a hősi halottak között. A szekszárdi emlékművön 414 név van fölvésve, ehhez képest ilyen 650 körüli azoknak a száma, akikről tudjuk, hogy az első világháborúban haltak meg, és a könyvben legalább egy mondat van róluk, de összesen 738 személyről esik szó a kiadványunkban, és az ő édesanyjuk, feleségük, családi kapcsolataik révén gyakorlatilag az egész várost behálózza az a kapcsolatrendszer, amely a könyvből kirajzolódik. A mi feladatunk a formába öntése volt annak a tartalomnak, amelyit fogalmazzunk így, sajnos már nem az utcán hever, hanem amelyiket elő kellett a forrásokból, és elő kellett a családi levéltárakból ásni. Mert ennek a kötetnek az egy nagyon nagy értéke, hogy ez a forrás mind új anyag. Tehát nem a levéltárak, nem a múzeumok által őrzött anyagokat jelenti, hanem mind a fotók, mind pedig a naplók egy jelentős része, az a családi levéltárakból került elő. Tehát mindenféleképpen gazdagodását forrásokban, lélekben, emlékekben, emlékezésben a gazdagodását jelenti ez a könyv az alsóvárosiaknak és a szekszárdiaknak is. Érdekes volt, ahogy az első emberek olvasták a könyvet, és saját őseiket fedezték föl, és régen elfelejtett rokonságokra világítottak rá az adatok. Ennek a könyvnek az emlékállítás mellett ez is egy nagyon nagy értéke, hogy kicsit erősítheti azt a közösséget, azt a várost, ahol most élünk. Minden család valamit adott a városnak most ezzel a könyvvel. Egy fotót, egy naplót, egy mondatot, egy könnyet, de ez mind-mind benne van, hogy megszülethetett ez a könyv.